Még mindig nincs meg a strasbourgi lövöldöző. Orbán Viktor részvétét fejezte ki, azt írta az Európai és Keresztény Kultúrát érte támadás. 250 km/órás sebességgel ütközött egy nagy sebességű vonat Törökországban, 9-en meghaltak a tragédiában. Túlélte Theresa May a bizalmi szavazás, de nem lesz könnyű dolga átvinni a Brexitet, ma Brüsszelben kér segítséget. És hajrában a Jónak lenni jó kampánya, még 3 napig lehet adakozni, idén a cukorbeteg gyerekeket lehet támogatni. Ez a Híradó délben, az M1-en és a Dunán, Székely Varga Edina vagyok, köszöntöm Önöket! Továbbra is szabad lábon van a keddesti strasbourgi terrortámadás elkövetője. A hatóságok azt sem tudják, hogy melyik országban lehet. Egy mai sajtóhír szerint mégsem marokkói, hanem algériai származású lehet a feltételezett elkövető. A párizsi főügyész pontosította az áldozatokról szóló adatokat. Ez szerint 2 halottja van a támadásnak, 1 sebesült pedig kómában van. Ezen kívül további több mint 1 tucat ember sérült meg. Gyertyák égnek a keddesti terrortámadás helyszínén Strasbourgban. Az emberek szinte folyamatosan jönnek, hogy újabb mécsest gyújtsanak az áldozatok emlékére. A téren egyre fényesebb a gyertyák sora. Párizsban pedig az Eiffel torony fényei aludtak ki az áldozatok és a sérültek, illetve családjaik emlékére. Fontos, hogy gyászoljunk és emlékezzünk az áldozatokra, és persze az is fontos, hogy ne felejtsük el, mi történt, mondta egy strasbourgi diák. Keddeste nem sokkal a karácsonyi vásár zárása előtt kezdődött a lövöldözés. A támadó utcáról utcára sétált, miközben látszólag válogatás nélkül lőtt a járókelőkre. Este 7 óra 50 körül lövéseket hallottam az utcáról. Először nem tudtam, mi történhetett, nagyon megijedtem. Felhívtam a szüleimet és elmondtam nekik is, mesélte egy strasbourgi lakos. A támadó több szemtanú szerint azt kiabálta, hogy Allahu Akbar, vagyis Allah a leghatalmasabb. Volt, akire késsel támadt. A francia hatóságok azonosították az elkövetőt. Sherif Sekatnak hívják, 29 éves, strasbourgi születésű francia állampolgár. Eddig arról szóltak a hírek, hogy marokkói származású, egy ma reggeli sajtóhír szerint azonban algériai. Nem volt ismeretlen a hatóságok előtt. A titkos szolgálatok már korábban megállapították, hogy nemzetbiztonsági fenyegetést jelenthet. A férfit eddig 27 alkalommal ítélték el Franciaország mellett, például Németországban is, erőszakos bűncselekmények miatt. Feltételezhetően a börtönben radikalizálódott. A rendőrséggel 2-szer is tűzpárbajba keveredett a civilek elleni támadások után, ám végül sikerült elmenekülnie. Csütörtökön is zárva lesz a karácsonyi vásár, talán majd lezárul a nyomozás, egyelőre csak napról napra tudom megmondani, majd meglátjuk, mi lesz holnap, mondta a régió prefektusa. Az embereket nagyon megrázták a történtek. Ez szörnyű, ami itt történt a strasbourgi karácsonyi vásáron, ami ráadásul a karácsonyi vásárok fővárosaként ismert, mondta egy helybeli nő. A francia biztonsági erők keddeste nagy erőkkel indítottak hajtóvadászatot a terrorista után. A közeli francia-német határon pedig szigorú ellenőrzést vezettek be. Korábban arról szóltak a hírek, hogy a hatóságok a kiélezett helyzet miatt betilthatják a hetek óta tartó kormányellenes sárga mellényes tüntetések szombatra meghirdetett újabb demonstrációját. Egyelőre ez nem következett be, de a kormány azt kérte a tiltakozóktól, hogy legyenek tekintettel a biztonsági erők leterheltségére, és ne tüntessenek a kormány ellen szombaton. Major Eszter továbbra is Strasbourgban van. Szervusz Eszter, ugye eddig úgy tudtuk, hogy marokkói a gyanúsított, most úgy tudjuk, hogy algériai, úgy tűnik. Ennyire nem tudják a hatóságok, hogy kit keresnek? Jó napot kívánok, szervusz! Igen, ez a viszonylag apróbbnak tűnő hiba igen komoly kérdéseket vet fel a francia hatóságok és a francia terrorelhárítás munkájával kapcsolatban. Ugye azt tudni eddig az elkövetőről, hogy bevándorló hátterű, 16 éves koráig járt iskolába, onnantól kezdve kisebb-nagyobb lopásokból és rablásokból élt. 27-szer ítélték el, volt börtönben Franciaországban, Németországban és Svájcban is. 29 éves koráig összesen 4 évet töltött börtönben, és
itt jön az érdekesség. Ugye 2016-ban felvették az úgynevezett S-listára, amelyen azokat az embereket jegyzik, akik fokozott biztonsági kockázatot jelentenek a hatóságok, illetve Franciaország számára. Tehát terrorgyanús személyként tartották. Nyilván ez azt jelenti, hogy folyamatos megfigyelés alatt állt, és a hatóságok tudták róla azt is, hogy az iszlám radikális irányvonala felé fordult, testvérével együtt dzsihadista mozgalomhoz csatlakozott. Ennek ellenére a francia hatóságok azt közölték, hogy nem voltak jelei, súlyosabb figyelmeztető jelei az ő radikalizálódásának, ezért is nem vették őrizetbe ezt az embert. Franciaországban egyébként 26 ezer serif sekáthoz hasonló embert tartanak nyilván. Ugye ezt egyébként hallottuk az anyagban, hogy a kormány azt kéri a sárga mellényesektől, hogy szombaton ne tüntessenek. Eleget tesznek ennek a felkérésnek? Azt nem tudjuk pontosan, hogy mi fog történni hétvégén, hiszen a sárga mellényesek tüntetése az elmúlt hetekben is a közösségi oldalakon szerveződött. Az biztos, hogy itt Strasbourgban is szerveztek tüntetést még a terrortámadás előtt. Itt ebben a városban elmaradt a tüntetés. Ugye a hatóságok, illetve a polgármester itt is azt kérte, hogy a fokozott biztonsági intézkedésekre való tekintettel ne tartsák meg a tüntetést. Itt nem tartották meg. Azt meglátjuk, hogy mi lesz hétvégén. Major Eszter Strasbourgból jelentkezett. Köszönjük szépen! Az M1-nek nyilatkozó biztonságpolitikai szakértő szerint a migráció továbbra is óriási veszélyt jelent, mert a bevándorlók nem tudnak integrálódni. Nógrádi György arról is beszélt, hogy Franciaországban több tízezer terrorista gyanús egyént tartanak nyilván, akik komoly terrorcselekményre képesek. Nyilvánvaló napokon vagy heteken belül el fogják fogni, a kérdés az, hogy hány áldozat lesz addig, és élve fogják el, vagy halva. Franciaországban olyan mennyiségű terrorista gyanús ember tartanak nyilván, számuk 20 ezer fölött van, hogy ezeket lehetetlen követni, aki komoly terrorcselekményre képes. Francia megítélés szerint az néhány ezer fő, és hát látni kell, hogy radikalizálódnak, és látni kell, hogy az Európába bejött migránsok egy jelentős része nem tud integrálódni, párhuzamos társadalom alakul ki, és nő a terror fenyegetettség. A strasbourgi terrortámadás nem csak Franciaországot és a francia embereket, hanem az európai és keresztény kultúrát vette célba. Ezt írta Orbán Viktor a francia államfőnek címzett levelében, amelyben részvétét fejezte ki az áldozatok családjának. A miniszterelnök biztosította Emmanuel Macront, hogy Franciaország a jövőben is számíthat hazánk támogatására, Európa határainak és biztonságának megvédésében. A magyar kormány együttérzését fejezi ki a strasbourgi terrortámadásban elhunyt áldozatok hozzátartozóinak, jelentette ki Gulyás Gergely a kormányinfón. A miniszter hozzátette, hogy a terrorveszély miatt a Nemzetbiztonsági Kabinet úgy döntött, hogy a TEK és a rendőrség is megerősíti az itthoni karácsonyi vásárok védelmét. Így páncélozott járműveket is kivezényeltek az ünnepi forgatagokba. Azt reméljük, hogy a Európában a biztonság garantálható lesz a következő hetekben, és Magyarországon pedig a kormány, illetve a Nemzetbiztonsági Kabinet mindent megtett annak érdekében, hogy a karácsony előtti készülődés az a közterületen is nyugodt körülmények között és biztonságban történhessen. A terrorcselekmények megelőzése és az emberek biztonsága az elsődleges célja a kormánynak, ezeknek pedig nagyon fontos része az illegális bevándorlás akadályozása és a határ szigorú őrizete is. Erről a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt az M1-en. Bakondi György a keddi strasbourgi merénylet kapcsán azt hangsúlyozta, hogy ezek a terrorcselekmények az illegálisan Európába érkezők, illetve a másod és harmadgenerációs elkövetők integrációjának teljes kudarcát jelentik. A magyar rendőrség megfelelő információkat gyűjtve, megfelelő intézkedéseket tesz a fenyegetettség, esetleges potenciális fenyegetettség elrettentésére. Megnövelt rendőri jelenlét, Budapesten katonai rendészek közreműködése, polgárőrség közreműködése, helyenként akadályok telepítése, illetőleg néhány kiemelt helyszínen pedig a TEK-nek a jelenléte is. Mindezek azt szolgálják, hogy a magyar lakosság nyugalomba, békességbe ünnepelhesse a Úr Jézus eljövetelét, ezért a karácsonyt, a Szent Karácsonyt, ezért tehát úgy gondolom, hogy mindent megtettünk, és a magyar kormány ezentúl is megtesz mindent, hogy béke és nyugalom lehessen Magyarországon.
Vasúti szerencsétlenség történt a reggeli csúcsforgalomban Törökországban. Egy a fővárosból induló Superexpress, vagyis nagy sebességű vonat 250 km/h sebességgel nekiütközött egy álló mozdonynak, majd pedig kisiklott. Az eddigi hírek szerint 9-en meghaltak, 48 utas pedig kórházba szállítottak. Biztos, hogy emberi mulasztás történhetett, de azt senki sem tudja, hogyan kerülhetett a Superexpress vágányára a pálya ellenőrző mozdony. Az állomás tetejéig mintegy 10 méter magasságba felgyűrődött az egyik vasúti kocsi. A másik két vagon pedig teljesen összeroncsolódva a felüljáró alá szorult. A szerelvényt húzó mozdony a nagysebességi ütközéstől kisiklott és több 10 méterre repült. Ilyen borzalmas látványt nyújtotta a hajnali vasúti tragédia helyszíne. A fővárosból, Ankarából a dél-törökországi Konyába tartó Superexpress az egyik vasútállomáson áthaladva egy pálya ellenőrző mozdonynak ütközött. A becsapódás hatására a szerelvény első három vagonja felborult, a síneket keresztező gyalogos felüljáró ráomlott a vasúti kocsikra. A halottak és a sebesültek száma egyre nő. Reggel 6.30-kor a balesetet szenvedett vonat mintegy 8 kilométerrel hagyta el az ankarai főpályaudvart nyugati irányban, amikor hatalmas sebességgel belerohant az ugyanazon a sínen álló mozdonyba. A rohamkocsik és mentőhelikopterek azonnal a helyszínre érkeztek, és nagy erőkkel folyik a mentés. Nyilatkozta Ankara kormányzója, miután a helyszínen tájékozódott. A nagysebességű gyorsvonatok városon belül még viszonylag lassan haladnak. Pont a tragédia helyszíne előtti állomáson gyorsítanak fel 250 km/h utazó sebességre. A mozdonyvezetőnek esélye sem volt lelassítani és elkerülni az ütközést. Az ankarai ügyészség nyomozást indított. A rendőrség vizsgálja a baleset okát és körülményeit. Nehezíti a felderítést, hogy a kisiklott szerelvény mozdonyvezetője és a vonat személyzete is az áldozatok között van. Megkezdődött ezért a szemtanúk kihallgatása. A török közlekedési minisztérium közleményében leszögezte, a vasúti társaságot terheli a felelősség, mert a pálya ellenőrző mozdonynak nem szabadott volna azonos vágányon haladnia a gyorsvonattal. Gyakoriak a halálos vonatbalesetek Törökországban. Legutóbb idén júliusban, szintúgy emberi mulasztás miatt egy Isztambulba tartó szerelvény siklott ki. Akkor 24 utas vesztette életét. Kétnapos uniós csúcs kezdődik ma Brüsszelben. Idén utoljára futnak neki a tagországok, állam és kormányfői, hogy megoldják az unió legégetőbb problémáit. Napirenden lesz a migráció és a britek kilépése is. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár azt mondta, Brüsszel továbbra is megszervezni és nem megállítani akarja a migrációt. Ezt a magyar kormány elutasítja. Míg ezrek próbálnak illegálisan bejutni Európába, addig az ENSZ a migrációs paktummal, az EU pedig a humanitárius vízummal terelni rendezett mederbe a bevándorlást. Az illegális migráció lesz az egyik központi témája a ma kezdődő uniós csúcs találkozónak. Az EU állam és kormányfői áttekintik, mit sikerült megvalósítani az idei célkitűzések közül. Minden olyan magatartást, amit az Európai Parlament és az európai intézmények tanúsítanak, amellyel tovább próbálják szervezni a migrációt, ahelyett, hogy megállítanák, azt mi elutasítunk. Brüsszel továbbra is megszervezni és nem megállítani akarja a migrációt, mondta Kovács Zoltán az M1-en. A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár a héten elfogadott humanitárius vízum kapcsán azt mondta, az Európai Parlamentben és a bizottságban is komoly erőfeszítések vannak arra, hogy a migrációval kapcsolatos bizonyos kérdéseket lehetőleg még az európai parlamenti választások előtt lezárjanak. Hozzátette, az unió migrációval kapcsolatos döntéseinek, valamint a hét elején Marrakesben elfogadott ENSZ migrációs paktumnak a célja a bevándorlás támogatása. Egy olyan intézményesített migrációs felfogás, amely segíti a migrációt, amely ebbe az irányba mutat, hogy segíti azoknak az útját, azoknak az útrakelését, akik úgy döntöttek, hogy elhagyják a hazájukat és valahol máshol szeretnének élni. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy rettenetesen veszélyes felfogás, emberi joggá tenni a migrációt olyan beláthatatlan következményekkel jár, amely az elmúlt három évhez képest is újabb és nagyon komoly kihívásokat fog jelenteni Európa számára. A jövő májusi európai parlamenti választásokig a migráció kérdése folyamatosan napirenden lehet az EU-ban. Erről beszélt Tóth Erika, Nézőpont Intézet elemzője a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. Mindez azért van, mert van egyfajta politikai nyomás az Európai Unió részéről a tagállamok irányába, elsősorban a nyugat-európai politikai blokk részéről, amelyik azt próbálja elérni, hogy még a elnézést a 2019 májusi európai
európai parlamenti választásokat megelőzően legyen egy összeurópai migrációs javaslatcsomag, amit mindenki elfogad. Az idei utolsó uniós csúcs találkozón az EU költségvetéséről, a Brexitről, valamint az euróvezetről is tárgyalnak majd a tagállamok állam- és kormányfői. Gulyás Gergely szerint a migráns vízum növeli a strasbourgihoz hasonló terrormerényletek veszélyét. A miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfo megismételte, hogy a kormány elkeseredéssel fogadta az Európai Parlament döntését, és a magyar álláspont továbbra is az, hogy a migrációt meg kell állítani. Ez a döntés szembe megy a józan ésszel, ez azt jelenti, hogy az Európai Parlament azt igyekszik megkönnyíteni, hogyha valaki akár visszaélésszerűen menedék jog iránti kérelmet nyújt be, akkor azt ne Európán kívül lehessen elbírálni, hanem az illető Európába érkezhessen. Ez növeli a terrorveszélyt, növeli a kockázatát annak, hogy a Strasbourgihoz hasonló migrációs hátterű terrorcselekmények történjenek Európában, és ellentétes az európai polgárok többségének akaratával is. Megnyerte pártja bizalmi szavazását Theresa May brit miniszterelnök, így továbbra is helyén maradhat. A voksolás azonban nem oldotta fel a Brexit megállapodással kapcsolatos feszültségeket. Theresa May ezért azt ígérte, hogy a ma kezdődő uniós csúcson megpróbál jogi és politikai garanciákat kiharcolni. Az EU jelezte, hogy a kilépési egyezmény szövegéhez nem fognak hozzányúlni, de másban szívesen segítenek a brit miniszterelnöknek. Tapsviharral fogadták kormánypárti képviselők a bejelentést, hogy Theresa May brit miniszterelnök megnyerte a bizalmi szavazást. A konzervatív párt alapszabályában lefektetett szabályok szerint nem lehet újabb bizalmi szavazást tartani legalább 12 hónapig, fogalmazott az illetékes bizottság elnöke, mely mondatát ismét újongás és taps köszöntötte. A párton belül azután kezdeményeztek bizalmatlansági indítványt Theresa May ellen, hogy a kormányfő elhalasztotta az EU-val megkötött Brexit megállapodásról szóló parlamenti voksolást, mivel szinte borítékolható volt a vereség. A frakció tagjai végül 200-117 arányban erősítették meg Theresa May-t pártvezetői és ezzel együtt miniszterelnöki tisztségében. A bizalmi szavazás azonban úgy tűnik, hogy nem oldotta fel a konzervatív párton belüli megosztottságot. Az euroszkeptikus szárnyvezetője ugyanis továbbra is a kormányfő távozását követeli. Szerintem a miniszterelnöknek le kellene mondania. Nem tudja átvinni a megállapodását a parlamenten. Azt a nagyon rossz, elégtelen kilépési egyezményt, amelyet sem a kormánynak többséget biztosító északír unionisták, sem a konzervatívok, sem pedig az ellenzék nem támogat. Mivel Theresa May kudarcot vallott politikája legfontosabb ügyében, ezért alkotmányosan az lenne a normális, ha bedobná a törölközőt, nyilatkozta Jacob Rees-Mogg. A kormányfő maga is elismerte, hogy jelentős számban szavaztak ellene, de hangsúlyozta, ő odafigyel kritikusaira is, és megpróbálja számukra is elfogadhatóvá tenni a Brexit megállapodást. Meghallgattam a képviselőház kifogásait az északír biztosítékkal kapcsolatban. Csütörtökön az uniós csúcson arra törekszem, hogy jogi és politikai garanciákat kapjak, amelyek megnyugtatják a parlament tagjait az ügyben, jelentette ki Theresa May. A közmédia brüsszeli tudósítója szerint az uniós vezetők szívesen segítenek a brit miniszterelnöknek, de csak bizonyos keretek között. Ahhoz mindenki itt a 27 maradó országban kategórikusan ragaszkodik, hogy a tárgyalások újranyitásáról nem lehet szó, tehát az, amiben november 25-én megállapodtak, arról nem hajlandók újra tárgyalni. Amit nyújtani tudnának Theresa May-nek ahhoz, hogy sikerüljön elfogadtatni a londoni parlamentben ezt a bizonyos megállapodást, az egyfajta írásos garancia, valamiféle értelmező nyilatkozat az ír határral kapcsolatban. A Brexit szempontjából kulcsfontosságúnak tekintett kétnapos uniós csúcs találkozó magyar idő szerint délután 3 órakor kezdődik Brüsszelben. Itthon jelentős béremeléseket jelentett be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón ismertette, hogy az ápolónők fizetése 2022-ig csak nem 70%-kal emelkedik majd. A központi közigazgatásban átlagosan 30%-os fizetésemelés lesz, és többet kereshetnek januártól a honvédelmi, valamint a rendészeti igazgatásban dolgozók is. A miniszter hangsúlyozta, a nyugdíjak is emelkednek jövőre 2,7%-kal. A kormány a jelenlegi inflációs adatok alapján ezt a nyugdíjemelést látja törvényesnek és megalapozottnak. Ha az infláció magasabb lenne, akkor természetesen nyugdíjkorrekcióra sor kerül majd.
Bőven van még szabad hely a hajléktalan szállókon. Jelenleg alig több mint 80% a szállók kihasználtsága. Erről beszélt az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence azt mondta, hogy a törvényi változás óta nagyjából 1300 fővel többen veszik igénybe a hajléktalan szállókat. Úgy fogalmazott, nem csupán egy meleg helyiséget biztosítanak éjszakára, hanem összetett segítséget nyújtanak, mert a hajléktalanságból kivezető út a hajléktalan szállókon kezdődik. Összesen 19 ezer fős kapacitással rendelkezünk nappali és éjjeli menedékekkel összességében, tehát mindig lesz hely, és mindig lesz olyan akár utcai segítőszolgálat, akár mentőszolgálat gondoskodó csoportja, aki segít bejutni a hajléktalan szállóra azoknak, akiknek valamiért az éjszakát eltölteni meleg helyen nehézségbe kerül, vagy lehetetlenség lenne enélkül a segítség nélkül. Az ellenzék olyan állapotban van, hogy bevitte az utcai politizálás eszközeit a parlamentbe, mondta a politikai elemző az M1-en az országgyűlésben tegnap történtekről. Farkas Őrs szerint az ellenzéki politikusok ráadásul valótlanságokat állítanak az önkéntes túlmunkáról szóló törvénymódosítással kapcsolatban. Jelenleg az ellenzék olyan állapotban van, hogy az országgyűlésbe behozták az utcai politizálásnak az eszközeit. A sípolást, a dobolást, a kiabálást és az agressziót, vagyis eddig példátlan eszközöket vetettek be azért, hogy felkeltsék a sajtó figyelmét. Erről beszélt az M1-nek nyilatkozó politikai elemző. Farkas Őrs felhívta a figyelmet arra is, hogy valótlanságokat állít az ellenzék az önkéntes túlmunkáról szóló törvénymódosítással kapcsolatban. Így nem igaz, hogy több száz túlórára kötelezhetik az embereket. Ehhez minden esetben a munkavállaló beleegyezése szükséges. Ahol eddig 250 óra elrendelésére volt lehetőség, ott további 150 óra, ahol eddig 300 órára volt lehetőség, a további 100 óra önként vállalt túlmunkára van mód, kizárólag abban az esetben, amennyiben a munkaadó, illetve a munkavállaló erről írásban megegyezik. A szakértő cáfolta azt is, hogy a törvény által sokkal több túlóra válna lehetővé, mint más európai országokban. Az Európai Uniós irányelv ugyanis átlagosan 416 óra túlórát enged meg, ez pedig több, mint az új magyar szabályozás. Nagyon sok nyugat-európai országban, van ahol például 500 óra konkrétan, vagy az éves túlmunkakeret, az kötelezően vállalandó, tehát amennyiben a munkaadó ezt elrendeli, abban az esetben ezt a munkavállalónak teljesítenie kell. Farkas Őrs szerint valótlanul állítja az ellenzék azt is, hogy a szakszervezetek jogait csorbolnának. Ahhoz nem nyúl a kormány, a szakszervezetek csupán azt sérelmezik, hogy a munkáltató nélkülük is megegyezhet a dolgozóval. Az egyedüli, ami őket zavarhat ebben a kérdésben, az, hogy az említett önként vállalt túlmunka esetében a munkavállaló közvetlenül a munkaadóval egyezik meg, magyarán kihagyva a szakszervezeti közbenjárást, ezért a munkaadó az közvetlen kapcsolatba kerül, tárgyalási viszonyt hoz létre a saját munkaadójával szemben. A miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára ugyancsak arról beszélt az M1-en, hogy nem stimmelnek az ellenzék alapvető állításai. Dömötör Csaba hangsúlyozta, nem igaz, hogy a túlórát három évente egyszer fizetnék ki. A törvény szerint ezután is havonta kell majd kifizetni a munkavállalókat. Füstgránátot, üveget és törmeléket is dobáltak tegnap a tüntetők a Kossuth téren a parlamentet védő rendőrökre. A demonstráció először az önkéntes túlmunkatörvény elfogadása miatt indult több ellenzéki politikus felhívására, később viszont átcsapott randalírozásba. A tüntetők a parlament előtt felállított karácsonyfát és a rászoruló gyerekeknek szánt szánkókat sem kímélték. Utóbbiak közül többet is felgyújtottak. Több rendőr megsérült, a hatóságok 34 embert állítottak elő lopás, garázdaság és a gyülekezési jog megsértése miatt. Repülő palackok és petárdák, egymás taposása. Kezdetben még csak ez jellemezte a Kossuth téri tüntetők frontvonalát szerda este. A rendőrök többszörös sorfallal próbálták megakadályozni, hogy a tömeg megrongálja a parlament épületét. Az M1 felvételein jól látszik, ahogy néhány hangadó látszólag jól szórakozva folyamatosan, erővel a rendőröknek lögdösi a demonstrálók első sorait. Közben tráger szavak kíséretében buzdítják egymást arra, hogy még nagyobb erővel feszüljenek a sorfalnak. Többen is azt szorgalmazták, hogy törjenek be a parlamentbe és, idézem, hozzák ki a koronát.
A tüntetők a Kossuth téren felállított karácsonyfát és a körülötte álló szánkókat sem kímélték. Ezen a felvételen jól látszik, ahogy megpróbálják lebontani a díszeket. A háttérben üvegtörés is hallatszik, a szánkókat pedig aki éri, viszi. A tüntetők végül néhányat fel is gyújtottak, de égtek a közlekedési táblák és a kukák is. A randalírozók miatt a rendőrök végül testpáncélt és védősisakot vettek fel. Stábunk felvételei jól látszik, hogy a lábuk alatt mindenhol üvegszilánk és törmelék borítja a földet. Ezeket vágták hozzájuk a demonstrálók. A BRFK közlése szerint a fokozódó agresszió megtörésére kénytelenek voltak könnygázt bevetni a rendőrök. A tüntetők azonban erre is füstgránátokat dobtak vissza. Nem csupán törvénytelen volt, semmilyen bejelentés sem történt egyébként, hanem azt látjuk, hogy agresszív politikai aktivisták vettek részt ezeken a tüntetéseken. A miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, a gyülekezési jog mindenkinek alapjoga, ezt azonban csak békésen lehet gyakorolni. Éppen ezért súlyos bűncselekmény, amit a demonstrálók, Gulyás Gergely szavai szerint többségében Soros György által támogatott politikai aktivisták a Kossuth téren műveltek. Arról már nem is beszélve, hogy az a nyílt keresztény gyűlölet és az a karácsony ünnepével szembeni megvetés és gyűlölet, ami az ő megnyilvánulásaikból kiviláglott, az attól Isten óvja Magyarországot. Az ég a fenyő, ég a rendőr, a rendőröknek a lefújása, ezek olyan elfogadhatatlan cselekmények, amihez képest csak köszönetet tudunk mondani a rendőrségnek, hogy arányosan és indokoltan lépett föl. Gulyás Gergely hozzátette, a rendőrök szerdán 34 embert állítottak elő garázdaság, lopás és a gyülekezési jog megsértése miatt. Nőtt a szálláshelyek forgalma októberben. Az előző év azonos időszakához képest 5,4%-kal emelkedett, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Több külföldi érkezett, mint egy évvel ezelőtt, de a belföldi turisták is csak nem 10%-kal több éjszakát töltöttek a hazai szálláshelyeken. Az év első 10 hónapjában a szálláshelyek bevétele 435 milliárd forint volt. Sűrű ködre ébredt az ország egy része, többfelé tejfehér köd nehezítette a közlekedést. Nézői felvételek szerint Fót környékén alig lehetett néhány méterre látni az autókból. A táblák is alig látszódtak. És hasonló volt a helyzet a Megyeri hídon is, ahol a híd pilléreit és tartó elemeit burkolta körbe a köd. Igazi havas téli időjárásra van kilátás hétvégén. Az előrejelzések szerint többfelé kifehéredhet a táj. A meteorológiai szolgálat figyelmeztetést adott ki holnapra, főleg a délnyugati ország részben várható több centis hótakaró. 12 óra alatt 5 centit meghaladó friss hó hullhat. A Rákóczi Szövetség kapta idén a Duna díjat. A szövetség célja többek között a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatása a hosszú távú megmaradásért folytatott küzdelmében. A Duna díjat évente olyan alkotónak vagy szervezetnek ítélik oda, aki a Duna Televízió működéséhez, tevékenységéhez és céljai eléréséhez tevékenyen hozzájárult. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes az eseményen azt mondta, a Rákóczi Szövetség a létrejötte óta a magyar nemzet szolgálója. Semmilyen Zsolt így méltatta a szövetséget. Amit vállaltak, az küldetés, amit tettek, az szolgálat, és amit elértek, az maga a magyar csoda. A nemzetpolitika értelme a nemzet. Célja, hogy a nemzet megmaradjon. Nálunk szerencsésebb történelmi országokban a nemzetpolitika ismeretlen fogalom, hiszen evidencia, hogy a politika azért van, hogy az adott országot szolgálja. Hazánk esetében azonban, ahol a történelmi tragédiák miatt nemzetünk jelentős része a határokon túlél, már más a helyzet. A Hajrához érkezett a közmédia Jónak lenni jó akciója. Már csak 3 nap van hátra az adománygyűjtő műsorig. A 13630-as adományvonalon továbbra is 250 forintot jelent minden hívás, és lehet készülni a licitekre is. Idén a cukorbeteg gyerekek támogatására gyűjt a közmédia. Itt a hasunkban, valahol a bordák alatt, ezen a területen, bent milyen, van egy ilyen szervünk,
amit úgy neveznek, hogy hasjánirigy. Az egyik budapesti általános iskolában tartottak játékos előadást a Szurikáta Alapítvány munkatársai. Két kis plüssállattal mutatták be, hogy miként lehet együtt élni a diabétesszel, és támogatni azokat, akiket érint a betegség. Az első vércsepet letöröljük, a második vércsepet pedig felszívja, itt ez a kis sárkacsi, és ezután kimutatja a vércukorszintet. A diákok azt is megtudhatták, hogyan működik a vércukormérő, és hogyan kell helyesen táplálkozni. 5 és 10 között Orbónál augusztusban állapították meg, hogy egyes típusú cukorbeteg, azaz, hogy a hasnyálmirigye nem képes elegendő inzulin termelni. Így egész életében együtt kell élnie a betegséggel. Elárulta, mindig van nála egy kis csomag, arra az esetre, ha leesne a vércukor szintje. Általában vércukormérőt, inzulint, szőlőcukrot, gyümölcslevet, és néhány cukros, meg lassabb felszívódású ételt, hogy amikor ki van jelölve az étkezés, hogy például 10 óra 40 perckor kell enni. Az osztálytársai is tudják már, hogy mivel jár az, ha valaki cukorbeteg. Már elég sokszor láttuk, hogy adott be magának inzulint, vércukrot mért, úgyhogy nagy részint szerintem mindenki megtanulta így, vagy nézésből, meg ebből az előadásból is. Idén a diabéteses gyerekeket támogatja a közmédia Jónak lenni jó című adománygyűjtő műsora. Az akcióban hétről hétre egyre több felajánlott tárgy talál gazdára, de még mindig számos relikviát lehet megvásárolni a mediaclick.hu/jónaklenni jó weboldalon. És folyamatosan hívható a 13630-as adományvonal is, aki ezt a számot tárcsázza, hívásonként 250 forinttal támogathatja a cukorbeteg gyerekeket és fiatalokat. Eddig már több mint 12 millió forint gyűlt össze, vasárnap pedig egésznapos műsor folyammal készül a közmédia. Sporthírekkel megyünk tovább. Őrült mérkőzésen őrizte meg csoport elsőségét a Bayern München a labdarúgó bajnokok ligája E csoportjában. A németek 3-3-as döntetlent játszottak az Ajax vendégeként. A két biztos továbbjutó mérkőzésén a tét a csoport elsőség volt. Ehhez az Ajaxnak győznie kellett hazai pályán, minden más eredmény a szürkemezes Bayern Münchennek kedvezett. Ugyan a hollandok kezdtek lendületesebben, a 13. percben mégis a vendégek szereztek vezetést Lewandowski góljával. A második félidő aztán nem akármilyen fordulatokat hozott. A hazaiak bő egy óra játék után Tadic találatával kiegyenlítettek. Nem sokkal később Onana óriási bravúrral hárította Lewandowski fejesét, majd jött a kiállítások és a 11-esek időszaka. A 67. percben Wöbernek brutális belépője miatt kellett elhagynia a pályát, a 75. percben pedig Müller rúgta fejbe Tajafikót, amiért a német is azonnal piros lapot kapott. A hajrában Tadic büntetőjével fordított és kis ideig csoportelsőnek érezhette magát az Ajax, de a 87. percben Lewandowski is értékesített egy 11-est, ezzel 2-2-re módosítva az állást. Sőt, a 90. percben úgy tűnt, a csereként pályára lépő Coman a mérkőzést is eldönti remek lövésével, de a ráadásban Tagliafico is betalált egy kavarodás végén és egy pontot megmentett a hazaiaknak. A 3-3-as döntetlennel viszont a Bayern München megőrizte első helyét a csoportban, az Ajax pedig másodikként jutott tovább a nyolcad döntőbe. És ezzel túl vagyunk a Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó játéknapján. Nézzük a tegnapi eredményeket. Az előbb látott döntetlen mellett a Benfica győzött az E csoportban. A portugál csapat az Európa Ligában folytathatja tavasszal. Az F csoportban a Manchester City győzelemmel zárta az őszt, és az angol csapat mögött a Lyon jutott tovább a Shakhtar elleni döntetlenjével. A G csoportban mindkét nagy csapat, a Roma és a Real Madrid is kikapott. A Real ráadásul most először veszített hazai pályán 3 góllal a BL-ben, de az már korábban eldőlt, hogy ez a két együttes továbbjut. Végül a H csoportban szintén kikapott a két biztos továbbjutó, a Manchester United és a Juventus is, így az olaszok végeztek a csoport első, helyén. A csapatom képes a csodára, ezt mondta Marko Nikolić a Molvidi Chelsea elleni labdarúgó Európa Liga mérkőzése előtt. A magyar csapatnak még van esélye a továbbjutásra, de ehhez több pontot kellene szereznie ma, mint amennyit begyűjt a Bate Görögországban.
Nobody expected us to be here in the last round of the group stage. Marko Nikolić szerint senki sem számított arra, hogy a Molvidi FC az Európa Liga csoportkörének utolsó fordulójában még továbbjutási eséllyel léphet pályára. A magyar bajnoka már biztosan csoportelső Chelsea-t fogadja csütörtökön a fővárosi Groupama arénában. A fehérváriaknak a továbbjutáshoz több pontot kell szerezniük az angol sztárcsapat ellen, mint amennyit a fehér orosz Bate Borisov gyűjt a PAOK Szaloniki vendégeként. A szerb vezetőedző szerint csapata képes meglepetést okozni. This team, these guys show many times that they are capable of doing some miracles. Ez a csapat, ezek a játékosok már többször megmutatták, hogy képesek csodát tenni. Szerintem ugyanis csodára lesz szükségünk ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el a Chelsea ellen. Sokan esélytelennek gondolnak minket, de úgy érzem, ez plusz motivációt jelent a játékosaimnak, nyilatkozta Marko Nikolić. A székesfehérvári játékosok is egyetértenek a vezetőedzővel. Kovácsik Ádám azt mondta, mindent kiadnak majd magukból a pályán. Nem gondolnám, hogy különösebb ilyen speciális készülésre vagy valamire szükség lenne. Ugyanolyan futballmérkőzés lesz, mint a többi, egy fantasztikus csapat ellen, tehát fantasztikus hangulatban, nagyon jó pályán, úgyhogy minden adott ahhoz, hogy egy hatalmas mérkőzést játszunk. Azt tudom én is ígérni, hogy mindenki 100%-ig bele fogja magát tenni a mérkőzésbe, az biztos, aztán majd meglátjuk, hogy mire lesz elég. A Molvidi Chelsea Európa Liga mérkőzés csütörtökön 18 óra 55 perckor kezdődik a budapesti Groupama arénában. Legyőzte Romániát, de a csoport többi eredménye miatt nem jutott tovább az Európa-bajnoki elődöntőbe, és végül összesítésben a 7. helyen végzett a magyar női kézilabda válogatott. Kim Rasmussen együttese utolsó mérkőzésén izgalmas csatában 31-29-re nyert a románok ellen. Mivel az utóbbi napok eredményei kedvezőtlenül alakultak, a magyar csapatnak óriási különbségű, közel 20 gólos győzelemre lett volna szüksége ahhoz, hogy legyen esélye a csoportja második helyére és tovább juthasson az elődöntőbe. Ennek nem volt realitása, sőt a találkozó eleje a románok fölényét hozta. A sárga mezesek negyed óra elteltével már 5 gólos előnyben voltak. Kim Rasmussen együttese azonban egyik pillanatról a másikra magára talált. A magyar válogatott a félidő második felében ledolgozta hátrányát, és Kovacsics Anikó utolsó másodpercben szerzett góljával kiegyenlített. A szünetben 17-17 volt az állás. A második félidő magyar szempontból álomszerűen kezdődött. Kis Éva parádézott a kapuban, támadásaikat pedig hatékonyan értékesítették Háfra Noémiék. Sacül Nadin szemfüles gólja után már 25-20-ra vezetett Magyarország. Románia innen még visszazárkózott és egyszer még kiegyenlített. A mérkőzés hajrája viszont ismét a magyaroké volt, akik végül 31-29-es győzelemmel búcsúztak az Európa-bajnokságtól. És a végére egy friss hír, nemrég ért véget a 200 méteres hátúszás döntője a Kínában zajló rövidpályás világbajnokságon. Hosszú Katinka éppen csak lemaradt a dobogóról, és negyedik helyen zárt. A háromszoros olimpiai bajnok hosszú 2 arany és 1 ezüstéremnél jár a VB-n. Ez volt a Híradó délben, további híreinket megtalálják a hirado.hu oldalon. Most nézzük a részletes időjárás jelentést, aztán rövid szünet, és amint megszokhatták, jövünk vissza a V4 Híradóval, azaz a Visegrádi országok híreivel. Tartsanak velünk!